A korábbinál magabiztosabban vállalnak gyermeket a 2020-as évben a magyar édesanyák. Egyre többen szülnek Karcagon is. A családbarát kormányzás 2010-es kezdete óta több gyermeket szülnek a gyermekvállalási korban lévő nők. Nőtt a gyermekvállalási kedv és az 1000 nőre jutó szülések száma is. Az általuk felsorolt adatok szerint nőtt a gyermekvállalási korban lévő nők termékenysége és az 1000 nőre jutó szülések száma, miközben a gyermekvállalási korban lévő nők száma jelentősen csökken, és kissé emelkedett a szülőnők átlag életkora. Megduplázódott a 40 éves koruk felett szülő nők száma is. Megemlítik, hogy 2015 után újra nőtt a házasságban született gyermekek aránya. Több harmadikként megszületett gyermek jön világra. Kevesebb idő telik el a testvérek megszületése között. A legtöbb gyermeket Közép- és Észak-Magyarországon hozták világra, az adatok azt mutatják, a középfokú végzettségű anyák több gyermeket vállaltak, a gyermekgondozási ellátások közül a munkához kötött támogatások igénybevétele megnőtt, a kisgyermekes anyák foglalkoztatása folyamatosan emelkedik. Míg a gyermekvállalási kedvet kifejező termékenységi arányszám 2010-ben 1,25-ös értéket mutatott, 2019-re már 1,49-re emelkedett. Az 1015-49 éves nőre jutó szülések száma 6%-kal, míg az 1020-39 éves nőkre jutó születések száma ennél nagyobb mértékben, azaz 14%-kal emelkedett. A szülőképes korú 15-49 év közötti nők száma több mint 7%-kal 160 ezerrel csökkent 2010 óta. A legnagyobb mértékben a legtöbb gyermeknek életet adó 20-39 éves korosztály létszáma csökkent, összesen 16,5%-kal. Ehhez képest a szülések száma 2014 és 2017 között emelkedett a 2010-es értékhez képest. 2019-ben pedig mindössze 1,3%-kal maradt el attól. A gyermeket szülő nők átlag életkora Magyarországon csak kismértékben emelkedett a 2010-hez képest, 29,8%-ról kevéssel 30% fölé. Az első gyermeküket a nők továbbra is az átlagosan 28 éves korukban szülik. Emellett duplájára nőtt a 40 éves koruk felett szülő édesanyák számaránya.